Tele van a kerékpár tároló Kálló Semjén főterén. Sokan nem csak kirándulásra használják a biciklit, munkába is ezzel járnak. A nagyközség belterületén valamivel több mint 2,5 kilométer hosszan kerékpárút szolgálja a biztonságos közlekedést. Az, hogy megvalósult a település belterületén a kerékpárút, illetőleg a egységes kerékpárút járda, így még biztonságosabban tudnak közlekedni az itt lakók. Reméljük, hogy a közeljövőben meg fog valósulni a Mária Póccsal összekötő külterületi kerékpárútunk is. Ennek a tervezési szakaszában vagyunk, konzorciumban másik 3 önkormányzattal, és bízunk benne, hogy a következő évben Mária Póccsa is el tudunk zarándokolni adott esetben kerékpárral is. A kerékpárút belterületi szakaszát több mint 415 millió forintos támogatásból építették ki, míg a külterületi szakasz közel 500 millió forint lesz. De nem csak a kerékpárosok biztonságára helyeznek nagy hangsúlyt, az autósokra is figyelnek. A főtér melletti utca például nemrég újult meg, itt már jó minőségű aszfalton közlekednek a városlakók. Azonban vannak olyan részek, például a Táncsics utca, amely még felújításra vár. A belterületi úthálózatunk vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy az tavalyi év folyamán 2 darab út újult meg, 2 belterületi út. A TOP plusz forrásainak keretein belül további utak fognak megújulni, bízunk benne, hogy ebben az évben még, illetőleg a külterületi úthálózatunkat is fejlesztjük. Erre vonatkozóan is vidékfejlesztési forrásra nyújtottunk be támogatási igényünket, és bízunk benne, hogy az is meg fog valósulni. Valamint azt kell elmondanom, hogy hála Istennek látjuk, hogy a Magyar Falu keretein belül kiírás fog megtörténni a június hónapban, úgyhogy ebben is szeretnénk pályázati lehetőségben, útfelújításban részt venni. A következő hónapokban ezeket a gyűjtő utakat szeretnék felújítani, és van olyan külterületi út is, amely megérett a javításra. A fejlesztés hozzájárul a közlekedés biztonság javulásához, valamint élhetőbbé válik tőle a település.